Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Jó reggelt, igen. Szép jó napot. Ne ijedj meg a saját hangodtól. Ja, jó reggelt, igen, kívánunk. Nem csak a saját hangodtól, más is hallottam. 9.19 van 2021. 7. 28-án, ez pedig a Millás reggelit a 90.9 Jazzy Rádion, benne Gede Balázs. És Mihálovics András. 0-30-20-10-9-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Úgyhogy lehet velünk kontaktálni, de most... Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Ha pont most adott egy jó apropót ehhez a beszélgetéshez a természet, aki látta, hogy Észak-Olaszországban milyen jégeső volt. Meg aki itthon volt Magyarországon, és látta, hogy milyen jégeső volt néhány héttel ezelőtt. De az olaszokat láttad? Igen. Ott gyakorlatilag alma nagyságú jegek estek. Az bombázás, nem jégeső. Az bombázás. Bennültek a kocsijukba, az autópályán maradtak, és ott nézték, ahogy pókhálósra veri a szélvédőt. De aki látta, hogy Németországban micsoda áradások vannak, az is érdemes, ha most velünk tart. Ugyanis hát nehéz letagadni, hogy a természeti katasztrófák egyre gyakoribbak, nem mellesleg a klímaváltozás okán, és hát bemutatták az elmúlt hetek történései, hogy ezek egyre gyakoribbak Európában, és ezen belül Magyarországon is. És egyre durvábbak is. Hogy mennyire durvák, erről fogunk beszélgetni Fazekas Dórával, a Cambridge Econometrics Budapesti irodájának vezetőjével. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok! Szia, jó reggelt! No, hát azért veled, mert hogy ti csináltatok egy adatelemzést, amivel láthatóvá tettétek, hogy melyek a legsúlyosabb érintett területek, sőt azt is kiszámoltátok, hogy mekkorák a károk. Először beszéljünk a módszertanról, ezt hogyan sikerült ilyen biztosítói adatbázisokból, vagy hogy sikerült előállítani ezt az elemzést? Igen, ez az Európai Uniónak van egy területi kutatásokkal foglalkozó szervezete, és az ő megbízásukból, az ő finanszírozásukból csináltuk ezt a kutatást. A módszertan pedig az volt, hogy négy természeti katasztrófát vettünk figyelembe, és a közvetett hatások, közvetlen hatásokat biztosító társaságok adatbázisából határoztuk meg, a közvetett hatásokat pedig egy úgynevezett input-output táblázattal, amik tulajdonképpen az egyes ágazatok növekedési hozzájárulásának a változását vettük figyelembe. Tehát, hogyha egy nagy esőzés miatt mondjuk leszakad egy híd, akkor ugye annak van egy közvetlen hatása, és közvetett, hogy mondjuk azon a hídon nem tudsz valamilyen terméket átvinni, és a kereskedelmi láncok is sérülnek. Akkor vágjunk is bele, összesítve mekkora károkat okoz. Ja, hogy milyen időtávra, az sem mindegy. Mert minél hosszabb az időtáv, annál pontosabb következtetéseket lehet levonni ebből, gondolom. Igen, mivel az adatok ugye nem a legfrissebbek, még nem állnak rendelkezésre, mi a 95 és 2017 közötti időszakot vizsgáltuk, az Európai Unió egyes országait vizsgáltuk, és ezt néztük, hogy a már megvalósult, tehát valós természeti katasztrófáknak a hatása mennyi volt, és ezt próbáltuk számszerűsíteni mind a közvetlen, mind a közvetett gazdaság kárt, és így egy több mint 15 milliárd eurónyi összeg jött ki. Ugye ez miután egy ilyen térképre helyezhető, azt is ki tudja mutatni, hogy hol vannak tehát Európában hol vannak a legkrízesebb pontok, ahol a legnagyobb károkat okozzák a természeti katasztrófák, gondolom én. Igen, mi a szárazságot, a szélviharokat, az áradásokat és a földrengéseket vizsgáltuk. Észak-Magyarország szerepel a gazdasági károk
hatásokat leginkább elszenvedő régiók között. Mi megye szinten, régiós szinten készítettük a vizsgálatot, mert ugye nem állnak meg ország határoknál ezek a természeti jelenségek, és nagyjából Románia, néhány cseh, lengyel régióval együtt ezek a leginkább érintett területek, illetve a második, az körülbelül ilyen Közép-Kelet-Európa, Dél-Kelet-Európa, néhány kisebb olaszországi, írországi, nagy-britanniai terület az, ami még érintett. Ezek súlyosan érintett területek. Akkor menjünk végig a különböző csapásokon, ugye áradások, földrengések, szárazság és szélvihar, ezeknek a gazdasági hatásait mértétek. Azt gondolnám, kezdjük talán a szélviharral, hogy az a tenger melléki országokba okozza a legnagyobb kárt, és nálunk talán nem annyira jellemző. Ez így van, a magyar területeket elsősorban a szárazság és az árvizek hozzák nehéz helyzetbe, és inkább a tengerparti hegyvidéki területeken fontos a szélviharokat megemlíteni, illetve a hegyek lábainál és a folyóvölgyekben megint csak az áradások, a folyóáradások okozzák a legnagyobb károkat. Uh-huh. Abban különbözik talán a földrengés a másik három természeti katasztrófától, hogy ugye a földrengéseket a föld mélyében zajló folyamatok határozzák meg, tehát erre a számok is azt mutatták, hogy nincsen igazából nagyon nagy trendbeli változás, míg a másik három környezeti esemény a felszín felett történik, uh-huh. és kimutatható, hogy a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás egyre inkább felerősíti ezeknek a hatását, és egyre gyakori válnak. Uh-huh. Egyébként az áradások, említett, hogy az észak-magyarországi régió belekerült a természeti csapások által leginkább sújtott európai régiók közé. Ez elsősorban az áradásoknak köszönhető? Tehát, hogy ott a hegyi patakok, meg ott a folyók időnként, ha nagy esőzés van, akkor mindent elsöprő folyamán duzzadnak? Vagy mi ennek az oka? Igen, tehát mi vizsgáltuk egyrészt azt is, hogy ott konkrétan régiós eloszlást is, és hogy egyenként ezeknek a természeti katasztrófáknak mi a hatása, illetve összesítve, de igen, tehát az észak-magyarországi régióban főleg az áradások, amik a legtöbb kárt okozzák. Uh-huh. A másik, amiről említettél, és nagyon érdekes lehet, ez a szárazság. Ugye az asszály, erről mindig beszélünk Magyarországon is már évtizedek óta, sőt vannak olyan tanulmányok is, amelyek azzal fenyegetnek, hogyha tovább folytatódik ez a klímaváltozás, akkor Magyarország egyes részei, elsősorban a Duna-Tisza köze elsivatagosodhat. Erre utaló jeleket találtatok? Igen, pontosan a szárazságnak ez a hátulütője, illetve még azzal volt az érdekes, hogy a szárazság azokon a területeken volt a legjellemzőbb, amik szegényebbek európai viszonylatban, a gazdaságuk nagyobb mértékben támaszkodik olyan tevékenységre, mint például a mezőgazdaság, élelmiszer, gyártóipar, amiket még inkább sújt a szárazság. Uh-huh. És ezért gazdasági, tehát a mi kutatásunknak ugye ez volt a célja, hogy ezt a múltbeli adatok meg események alapján mit tudunk a jövőre mondani, mit tudunk előrejelezni, hogyan lehet erre felkészülni, uh-huh. és ezért nagyon fontos ilyen régiós gazdaságpolitikai döntéseket lehet erre alapozni, uh-huh. hogy a legkitettebb területeknek milyen támogatásra lesz szüksége. Uh-huh. Nekem egy dolog még így szöget ütött a fejembe, hogyha összevetjük ezeket a természeti csapásokat, és ugye felhozzuk térképre az összeset, akkor azt lehet látni, hogy például Románia, például Észak-Magyarország, például Csehország, például Lengyelország szerepel, de a tehetősebb államok, ahonnan ilyen elég attraktív képeket szoktak hozni a hírtelevíziók, hogy mekkora szélvihar van, meg áradások, meg minden, azok nem szerepelnek, holott ezek ilyen tehetősebb országok, gondoljunk csak Nagy-Britániára, vagy Franciaországra, vagy éppen Németországra. Azt gondolhatnánk, hogy ott gyakoribbak ezek a természeti csapások, és mivel gyakoribbak, meg nagyobb értékűek ezekben az országokban, akár a lakások, akár a gyárak, akár az autók, itt nagyobb a kár is. Ezt viszont nem tükrözi az elemzés.
nincsen ilyen eloszlás, hogy, hogy Nyugat-Európában nagyobbak lennének a károk. Az, hogy tehát ezeken a térképeken, amit mi megjelenítettünk, ezen tényleg a gazdasági értékek, a gazdasági károk azok, amit megjelenítettünk. És ahogy az előbb említettem, ezekben az országokban, a szegényebb országokban jobban támaszkodik a gazdaság a mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra, amit jobban sújt egy ilyen természeti katasztrófa. Szemben mondjuk a fejlettebb országokkal, amiknek a gazdasági teljesítményét olyan tevékenységek határozzák meg, mint például a szolgáltatás, vagy a kutatásfejlesztés, és ezért van ez, hogy itt kisebb, tehát a nyugat-európai államokban nem látunk akkora gazdasági károkat, mert egyszerűen a gazdaságukat nem érinti olyan nagy mértékben. Ettől függetlenül fizikai szinten nincs különbség a régiók között, tehát nem lehet azt mondani, hogy Kelet-Európát jobban érinti. Értem. Egyébként javaslatokat megfogalmaztatok, vagy csak azzal, hogy ezt ilyen nagy idő intervallumra visszatekintve térképen ábrázoltatok, ilyen döntés előkészítő célja volt ennek az elemzésnek? Döntés előkészítő célja volt az elemzésnek, pont ezért volt nagyon fontos, hogy az egyes típusú katasztrófa típusoknak mind a földrajzi, mind a régiós eloszlását vizsgáljuk, és így ezek mind az Európai Unió egésze, meg az egyes tagországok is, vagy akár az egyes önkormányzatok, akik látják, hogy az ő régiójuk, az ő településük mondjuk érintett lesz, jobban fel tudnak készülni, olyan fejlesztés irányokat tudnak meghatározni, amik segítenek majd az országoknak csökkenteni ezeknek a szélsőségesebbé váló természeti viszonyoknak való gazdasági kitettsége. Tehát inkonkrétó ez abban segít, hogy ha mondjuk az észak-magyarországi megyéknek a döntéshozói látják azt, hogy 22 éve rendre elég komoly károkat okoz az áradás, akkor érdemes ezzel a problémával foglalkozni, és mondjuk olyan támogatásokat, vagy olyan programokat indítani, amelyek ezeknek az áradásoknak a hatásait mérséklik, ha megakadályozni nem is tudják. Pontosan, tehát az jött ki például nekünk, hogy a különböző természeti katasztrófákat összehasonlítva a folyók áradása okozza a legnagyobb kárt, és ebben ugye szerepe van azoknak a villámárvizeknek, ami most múlt héten is volt, például Magyarországon, és akkor erre fel tud készülni akár egy, nem tudom, gátépítéssel, de hogy te fel lehet erre jobban készülni. Vagy itt van például ugye az asszály, a szárazság, ami így Európa térképére nézve Spanyolországot és Románián kívül talán minket érint a legjobban, akkor ideje lenne valami öntözési programot megvalósítani a mezőgazdaságban, hogy ne legyenek nagyok a kiesések. Pontosan, pontosan, és most már Magyarországon is több településen például megtiltották, hogy az ivóvizet öntözésre használják, tehát ilyen lépésekkel is fel lehetne készülni, hogy elegendő mennyiségű víz álljon rendelkezésre. Hol lehet ezt a teljes tanulmányt megtekinteni, illetve ez bárki számára elérhető-e, vagy azért ti is bevételorientált társaság vagytok, és akkor részletesebb adatsorokat ellenszolgáltatás fejében szoktatok közzétenni? Nem, teljesen publikusan elérhető a tanulmányunk, mind a mi a Cambridge Econometrics honlapján is fent van, illetve ennek az ESPON-nak, ami az Európai Unió területi kutatásokkal foglalkozó szerve, ennek a honlapján is fel van. Ez egy nagy konzorciumi együttműködés volt, egy 2 éves projekt, a többi partnerünk honlapján is biztosan elérhető. Mi azért végeztük ezt a kutatást, hogy tényleg a szakpolitikai, meg gazdaságfejlesztési döntéseket tudjuk egy picit támogatni. Jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos volt, és nagyon érdekes. Érdemes megnézni ezt a tanulmányt, és górcső alá venni a térképeket, hogy kit és hol, és milyen természeti csapások fenyegetnek, akár még magánszemélyek számára is érdekes lehet, hogy hol vegyünk például ingatlant, hogy viszonylag meg ha el tudunk egyáltalán biztosítást bújni, bizonyos természeti csapások elől. Így van. Köszi még egyszer, szép napot, jó munkát! Köszönjük! Szia! Fazekas Dórával, a Cambridge Econometrics Budapesti irodájának vezetőjével beszélgettünk, és egyébként egy gyors áttekintést lehet a greenfo.hu-ról is szerezni. Ott is fönt vannak ezek a térképek, ugye a 4 nagy elemi kár összesítője, hogy hogyan oszlik meg Európában. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld!
hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladékgazdálkodásban otthon. Czoller Andi rövid hírei jönnek, aztán tőzsdenyitás, majd ingatlan rovat, amin belül egy olyan területről fogunk beszélni, amiről kevés szó esik, legalábbis szerintem ugye a sajtóban is, meg nálunk is, a zárt kertekről, ugyanis a zárt kertek piaca is feljövőben van, úgyhogy ezügyben fogjuk majd Benedik Károlyt tárcsázni a Duna House-tól. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló, szórakoztató, kulturális talk show, immáron hetente háromszor. A Jazzy Hungarikumban megszólaltatjuk,